Lakos Imrével folytatjuk a DK budapesti kabinet vezetőjével. Jó reggelt kívánok, és egy olyan 11. kerületi beruházásról fogunk beszélni, ami hát nagyon megosztja az ott élőket. Nyilván a beruházó nagyon boldog, a Fenekes-tó környékén élők pedig nagyon nem. Röviden összefoglalva, 350 lakásos és 500 férőhelyes mélygarázs épülne nem messze a Fenekes-tótól, és önöknek az első hír az miről szólt? Hogy tudták meg, hogy itt egy ilyen gigaberuházás készül? Gyakorlatilag a sajtóból tudtuk meg. Az önkormányzat azt a fajta kötelezettségét ismét elmulasztotta, hogy neki tájékoztatni kell az ott élőket, a lakosságot, hogy mi történik majd a környezetükben. Ez egy olyan mértékű, léptékű átalakulás ebben a környezetben, a Fenekes-tó környékén, a Villányi Bocskai út, Karolina út között, ahol egy nagyon zárt beépítettségű, egy beállt beépítettségű környezet van, szinte egyirányú utcával, nagyon kicsi forgalomi lehetőséggel, ahol valóban egy ilyen 350 lakásos projekt, az kiveri a biztosítékot, de erről nem tudott senki, tehát ez csendben fű alatt. Ugye ez a volt építésügyi minőségellenőrző intézet területe, ami állami tulajdonú terület, és ezt is csendben fű alatt eladták, most már látszik, hogy több lépcsőn keresztül egy abszolút Fidesz közeli vállalkozónak. Erről se tudott igazán senki, majd egyszer csak a vállalkozó úgy gondolta, hogy nagy mellénnyel belevág és tájékoztatja, ami egyébként rendes tőle, hogy legalább tájékoztatott. Hát igen, átvette. Csak a stílus az fura volt. Hát ahogy tehát, olvassuk, igen. Ugye a történetről a Heti Válasz számolt be, és ők idézik a vállalkozót, Kovács Attilát, aki azt mondja, hogy a helyieknek nem lázadozniuk kellene, hanem hálát adni, írta a Heti Válasz praktikusan neki, hogy nem egy 50 ezer négyzetméternyi irodát pakolod el, hanem csak 36 ezer négyzetméternyi lakást. Igen, szóval itt most eltorzult ez a világ azért, ez látszik, és ez csak a jéghegy csúcsa ez a projekt. Ha csak a Új-Budát, ha a 11. kerületet nézzük, ott is csak a jéghegy csúcsa, ha meg az egész várost, akkor meg pláne vagy az országot. Hiszen itt ma úgy tűnik, mintha a vállalkozó mondaná meg, hogy ő neki mi a legjobb üzlet, főleg ha ez kormányhátterű, Fidesz hátterű vállalkozó, és egyébként az önkormányzatnak, meg az ott élőknek kus, neki ezt meg lehet csinálni, és legfeljebb kegyet gyakorol egy-két apróságban. Hát ugyanez az öböl történet, ahol a teljes építész szakma, most már az UNESCO világörökségvédelme tiltakozik egy 120 méteres horror toronyház ellen, csak hogy érzéket, körülbelül majdnem olyan magas, mint a Gellért-hegy, és másfélszer olyan magas, mint a Nagyvárad tér is ott a épület. Tehát másfélszer olyan magas. Ennek ellenére ez egy vállalkozó érdekkörében megvalósítható beruházás, de ugyanez a történt az úgynevezett szuperkórházzal, ahol a teljes egészségügyi szakma, a miniszteri biztos azt mondja, hogy a Szent Imre kórházat kell bővíteni, és erre egy teljesen elképzelhetetlen, lehetetlen helyen most megvettek egy magánembertől, egy Fidesz közül a magánembertől majdnem 5 milliárd egy területet, és ott épülne majd talán. Hogy van az, hogy ez a vállalkozó annyira biztosabban, hogy ez létrejön ez a beruházás, amikor az engedélyezési terv még nincs ott az önkormányzat előtt, és hát szakértők azt mondják, hogy ez a környék, ez a telek 100 lakást bírna el optimálisan, meg a forgalmat is beleszámítva, és nem 350-et. Akkor mitől ilyen biztos ő ebben? Hát úgy gondolja, hogy neki ezt szabad. Lehet, hogy nekik meg is ígérték ezt már, hogy megcsinálhatja. De most csak tippelünk, nem? De most csak tippelünk, mi most kérdezünk először első körben a kerületi demokratikus koalíció szervezeti képviselői kérdeznek a polgármestertől, hogy ő tud erről. Érkezette a polgármesterhez bármilyen olyan igény, hogy a szabályozási tervet módosítani kell, látott-e már projekttervet, valaki már beadta ezt engedélyezésre, tehát ezek még homályban levő dolgok. Egy biztos, hogy az önkormányzat, a polgármester kezében számtalan eszköz van arra, hogy ezt a beruházást olyan mederbe terelje, ami az ott élőknek és a kerületnek is jó. És az ha milyen csak lenne? Hát ez körülbelül, ahogy ön is említette, mint egy háromszoros beépítettség, mint ami ott elképzelhető. Nagyon oda kell figyelni. Valóban a mostani állapot egy üzemi terület helyett egy kulturált beépítettség az nem ártana. Még az is jó haszonnal járna a beruházónak, hiszen valószínűleg nagyon olcsón jutott ehhez a területhez. De nem háromszoros beépítettséggel. Meg kell vizsgálni az ottani közlekedési lehetőséget, parkolási lehetőséget, a környék összes bölcsődéje, óvodája, iskolás zsúfolásig tele. Tehát valahol azok az ott élőknek, a gyerekeinek is kell, hogy
legyen lehetőségük oldalba iskolába járni, és a vállalkozónak mindehhez hozzá kell járulni az úgynevezett településrendezési szerződések keretén belül, hogy mit tesz ő azért, hogy ez a környezet elviselhető legyen. Még egy kicsit arról beszéljünk, mert ön is említette, hogy jó fideszes kapcsolatokkal rendelkezik. Igen. Ez a cég, ez a Horizon Development Kft., a DVM csoport tagja, amely például az Eiffel Palace. Eiffel Palace, meg a Rendi Vajnának a gyémánt üzletét. A heti válasz 2014-ből egy fotót közöl, ahol Rogán Antal, ugye korábbi 5. kerületi polgármester, és az ő alpolgármestere, Kovács Attila mellett szerepel. Azt tudjuk, hogy Hoffmann Tamással ők milyen viszonyban vannak? Hoffmann Tamás az elmúlt néhány évben azt bizonyította, hogy ő követő üzemmódban van. Tehát ő azt csinálja, amit mondanak neki. Ha ezt kérik tőle, akkor arra borint rá, ha azt kérik tőle, nem tudom, hogy van-e bármilyen viszonyban, de nem is ez a lényeg. Ha ő föntről megkapja az utasítást, akkor azt végrehajtja. Tehát azt remélem, hogy most egyszer végre a sarkára áll majd, hiszen ez a beruházás ráadásul egy perc sétára van a polgármesteri hivataltól, tehát ha be van zárkozva a szobájába, és kinéz a teraszon, akkor is láthatja, hogy itt most ő hogy látja, történik. Lehet ott akkor a lakossági tiltakozás, ami visszakozásra kényszeríti a befektetőt, vagy azért kicsit szkeptikus vagyok én ezen, mert azt látom, hogy rengeteg olyan ügy van, ami az én értékítéletem szerint, vagy sokak értékítélete szerint már rég kiverte volna a biztosítékot, már rég tömegeknek kéne az utcán tiltakozni, hogy itt nem történhet ez. Ez a környék azonban én azt gondolom, hogy már sokszor bizonyította, hogy ki tud állni a saját érdekeiért. Itt olyan lakossági összetétel van, hogy azt gondolom, hogy ha itt az emberek fölébrednek arra, hogy mennyire rossz lesz nekik egy ilyen projekt, akkor ki tudnak állni az érdekeiért. DK mit tesz az ügy érdekében a kérdéseken túl? Először kérdezünk, aztán pedig tájékoztatunk, aztán aláírás gyűjtünk és tiltakozunk. Hát a magunk, igen, ezek... A Szent Imre Kórház ügyében is sok-sok ezer aláírást gyűjtöttünk, és abban a hitben voltam már én személy szerint is, hogy már ezt tényleg abban a mederbe tudjuk terelni, hogy a józanész és a szakma győz, és lám mégsem. Tehát itt már az apró pénzért is lehajolnak a fiúk, úgyhogy nem. Nyomon követjük az eseményeket, köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm én is.